Elmélyülés, feltöltődés, közösségi élmény, spiritualitás 3 napon át. Őszinte hitvesi párbeszédre indít, mélyebb önismerethez és harmonikusabb kapcsolathoz vezet, ha együtt fókuszálunk Istenre. A Mécs napok házasoknak olyan lelki gyakorlat, ahol a házaspárok maguk mögött hagyhatják a napi rutint, és arra figyelhetnek, ami az életben igazán fontos. November végi találkozójukon jártunk. Házaspár 11 éve vettünk részt először Mécs napok házasoknak programon, és akkor már elég sok mindenen túl voltunk, 4 gyermekünk született, és még a negyedik nagyon picike volt, amikor éreztük, hogy sok mindent kell leporolnunk. Elég sok mindenen átmentünk, ugye sorsforduló dolgok azok, amikor az ember anya lesz, apa lesz, gyermekneveléssel tölti az életét, nem feltétlenül azzal a szakmával, amit választott magának iskola után. Úgyhogy sok mindent át kellett gondolnunk. Jött akkor a meghívás, illetve az információ, hogy van egy házasoknak szóló lelki gyakorlat, Mécs napok házasoknak program, ami egy 2,5 napos lelki gyakorlat, ahol mi vagyunk a főszereplők az Úrral. És ami nekem így a legnagyobb rádöbbenésem volt, hogy valóban itt elcsendesedtünk, megpróbáltuk ott hagyni a gondokat, rábízni a gyermekeinket, nagyszülőkre, testvérekre, azért, hogy egymásra tudjunk koncentrálni, és az Úrnak a jelenlétébe át tudjuk beszélni azokat a történéseket, azokat a gondokat, amiket így a hétköznapok forgatagába nem sikerült. Ahhoz, hogy először ember legyek, egyre inkább emberré váljak, és így adjak helyet magamban Krisztusnak, ahhoz van szükségem arra, hogy házasokkal legyek együtt gyakorta. Hogy lássam az ő szenvedéseiket, örömeiket, hogy ne legyenek bennem illúziók a házas élettel kapcsolatban, és ugyanakkor pedig legyek olyan alázatos, hogy bevallom, hogy nekem szükségem van erre a szeretetre, amelyet köztük látok, hogy a szemléjem nem magamnak lefoglaljam, hanem szemléjem megfürdjek benne, felüdüljek tőle, és gyógyuljak tőle mindenekelőtt. Önmagunk megismerésén keresztül jutunk el oda, és megbocsátáson keresztül jutunk el oda végül, hogy a Jóistennel való kapcsolatunkat erősítjük, utána szembenézünk a saját házasságunknak a mostani állapotával. Amikor egy pár hallgat engem, illetve több pár van jelen, ebből a hallgatóságból, illetve ebből a beszélgetésből, ami létrejön egy ilyen lelki gyakorlaton, sokkal több kegyelem és szeretet árad felén és igény, mint amikor individuumok vannak előttem. Ugye a két személynek az egysége az nem csak egy meg egy kettő személy jelenlétét feltételezi, hanem ott egy közös mi is van, amelyben egy szüntelen szeretet áramlás történik, vagy az örömben, vagy pedig éppen annak a fájdalmas oldalában nyilvánul még ez a szeretet. Thank you.